kedvenc tantárgyaim közé tartozik a mikro- és a makroökonómia. Számomra ez egy nagyon nagy újdonságot jelentett, mert eddig nem tanultam hasonló tantárgyakat. Az volt a különleges benne, hogy segített egy kicsit globálisabban tekinteni a világra, és megérteni különböző apró részleteket. Egészen egy nagyon egyszerű tojásos példától kezdve, hogy egy termelő miért kezd el több tojást előállítani, miért veszi hozzá több csirkét, és hogy ez miért lesz neki később ebben kedvező. Ez elképesztően érdekes felfedezés volt számomra, és ezt később tovább bővítettük egy teljes világnézetre. Marketing, nagyon-nagyon szeretem, eleve érdeklődöm is iránta, illetve nagyon jó volt az oktatás, amit kaptunk, illetve nagyon szeretem a vállalatgazdaságtant, hiszen nem egyszer gondolkodtam már egyéni vállalkozáson is. Igazából nagyon sokat segített ebben az egyetem. Olyan egyetemet kerestem, amikor tanulmányomat el szerettem volna kezdeni, ahol olyan tanárok oktatnak, akik mind a hétköznapi életben, mind a velem szembejövő reklámokban aktívan részt vesznek, ezáltal gyakorlatban is látom, és tudom nyomon követni, hogy milyen munkák és projektekben tudok majd részt venni a jövőben is, merre tudom irányítani a karrieremet. Amikor valaki megkérdezte tőlem, hogy miért ezt szeretném, akkor azt mondtam, hogy egy üzleti életben képzelem el magam, elsődlegesen egy cégnél, és onnan szépen feljebb a ranglétrán. Volt már olyan, részt vehettem olyan projektekben is, amelyek az üzleti világot szimulálták le, tehát például részt vettünk olyan üzleti projektekben, amelyek egy éles munka során is előfordulhattak. Ezért nagyon jó tapasztalatot jelentettek számomra. Az a helyzet, hogy én magam is félek a matematikától, mert nem egy nagy erőségem, viszont ami nagyon szuper volt, hogy ez a mikro- és a makroökonómia egy kicsit áthelyezi a való világba ezeket a számokat, és sokkal könnyebb úgy megérteni valamit, hogyha tudok mögé egy bizonyos teret képzelni, hogy ez a szám maga mit jelent a valóságban, és sokkal könnyebb megérteni egy matematikai példát is. A szakomban legjobban azt szeretem, hogy a személyiségemet ki tudom élni. Tehát azt tudok lenni, aki akarok, úgy, hogy közben még hasznosat is végzek.